Híradásainkban beszámoltunk róla, hogy vasárnap letartóztatta a koszovói rendőrség Marko Gyuricsot, aki Nikola Selakovicsal együtt az ottani szerbek képviselőivel egyeztetett Kosovska Mitrovicán. Az akció során a rendfenntartó erők tagjai könyvgázt is bevetettek. Gyuricsot végül kiutasították Koszovóból. Ha Belgrád nem lép közbe, akkor tovább folytatódott volna a vasárnapi albán terror Kosovska Mitrovicában, mondta Marko Gyurics a kedden tartott sajtótájékoztatóján a koszovói letartóztatásával kapcsolatban. A szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője kiemelte, a nemzetközi nyilvánosságnak tudomást kell szereznie a vasárnapi incidensről. Marko Gyurics szerint Szerbiát és a szerb népet akarták megalázni a koszovói hatóságok az ő letartóztatásával és azzal, hogy nyilvánosan a nyakánál fogva vonszolták a koszovói rendőrök. Hozzátette, letartóztatása után a koszovói rendőrök ütlegelték, térdre kényszerítették és még fényképeket is készítettek róla. Pokusávali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali, nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom i pokušavali da me zastraše time što su mi držali nabijenu pušku kalašnjikovu u stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi. Goran Rakić, a koszovói szerb lista elnöke, az Aleksandar Vučić szerb államfővel folytatott megbeszélése után közölte, úgy döntöttek, hogy kilépnek a pristinai kormányból Marko Gyurics letartóztatása miatt. Azt is bejelentette, hogy a 10 többségében szerbek lakta koszovói községben maguk alakítják meg a koszovói szerb községek közösségét. Formiracemo zajednicu srpskih opština u skladu sa briselskim dogovorom. Dakle nećemo prekršiti nikakav sporazum. A Belgrád és Pristina közötti párbeszéd további folytatásáról Aleksandar Vučić szerb államfő fog dönteni, mondta a sajtótájékoztatón Marko Gyurics.